tud csupán a szépnek árnya, mert szép a világ, mint egy álom, mint egy Istennek hajnalálma. Hegedű szóval kísért Babits verseket hallgathattak meg az érdeklődők a Magyar Költészet napján, április 11-én Szekszárdon, a Babits Mihály Emlékházban. Rubányi Anita múzeumpedagógus, az esemény ötletgazdája elmondta, hogy az Észszom című előadást a szerelem tematikája köré építették, emlékeztetve a megjelenteket arra, hogy bár az utóbbi két év nehézségei nyomot hagytak mindenkiben, mégsem szabad elfeledkezni az egyik legszebb emberi érzésről, a szerelemről. Babits Mihály verséből olyan szerelmes verseket válogattam, inkább úgy mondanám, hogy amiben azokat a verseket vettem elő, amiben a szerelem érzés és a vágy megjelenik, és ez ugye azt is jelentheti, hogy a természet, a táj iránti szerelem és vágy, tehát egy ilyen életvágy, mint ahogy az első vers adta egyébként a címét a műsornak, hogy Éhszom, tehát egy ilyen bekebelezni a világot szerű vágy, és aztán ugye keresztül megy egy a nő és férfi szerelmi induláson, illetve kifejlésen, és aztán amikor már ugye egy tartós kapcsolat van, annak az árnyoldalai is előkerülnek, és a végén pedig van egy ilyen keserédes lezárása az egésznek. Ezekben a szomorú időkben, amiket most élünk, ugye a pandémia és a szomszédos országbeli események kicsit az emberek szívében picit próbáljuk meg ellenpontozni azzal, hogy egy kicsit ezt érezzük át, hogy mi is az a szerelem. Boldog a nap, te boldogság a vágy gyűrűse, boldog a nap, s vágyik a hűsre, szeretlek, s bújog tőled lángderűs ég. A közönség sorait leginkább az idősebb korosztály alkotta, ők azok, akik talán jobban értik és értékelik Babits költeményeit. Rubányi Anita hozzátette, szívesen látott volna fiatalokat is a sorok között, mert fontos lenne, hogy minél többen megismerjék a költő munkásságát. Van egy rétege a tizenéves generációnak, akit ez érdekel. Tehát aki még olvas, és aki még azon belül is verseket olvas. Tehát azt hiszem, ez egy kis réteg. Amit ugye az iskolában megtanulunk, amivel találkozunk, az a néhány Babits vers, hiszen többre nincs idő, az nem biztos, hogy ugye bemutatja nekünk az egész Babits képet, a Babitsnak az arcát, hiszen neki rengeteg arca volt, rengetegféle, tehát nagyon sokszínű alkotó, és ezt nem ismerjük. És akkor én például ezzel a műsorral is szeretném kicsit tágítani így a horizontunkat ilyen irányba. A versek szeretetére, a versolvasás és szavalás fontosságára a diákok számára jövőre egy hozzájuk sokkal közelebb álló módon egy videóprojekt pályázattal készül a Babits Mihály Emlékház, ezzel is vonzóbbá téve a költészetet a fiatalok számára.